Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, esetleg egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És akik megrendelik a havi ingyenes hírlapomat, azok minden hónapban kapnak kedvezményes jóslásokat. Ez a videó 5-én, február 5-én jelenik meg. És ezen a napon a hold belép a Hyesta holdházba. Az indiai mitológia szerint a hold az egy szép, fiatal férfi, és beleszeret egy fiatal lányba, Rohiniba. Rohini az tulajdonképpen a hajnalt szimbolizálja. Én úgy mondanám, a hold beleszeretett Hajnalkába, és megkérte a kezét. Erre Hajnalka apukája azt mondta, elveheted a lányomat, de neki van még pár nővére, összesen 27 nőről van szó, őket is vedd el feleségül. És a hold így tett. És minden nap meglátogatja a feleségeit. Ezek az úgynevezett holdházak, és utalnak a hold napi mozgására. Hétfőn, 5-én a hold a Hyesta holdházban van, és ő a legidősebb a testvérek között. Nála nem egy idős hölgyről van szó, inkább egy okos, bölcs nőről, hiszen ő ad tanácsokat a testvéreinek. És ezt az energiát érezzük most 5-én, hogy vagy mi segítünk másoknak, és adunk egy jó tanácsot, vagy mi elfogadunk egy jó tanácsot, vagy ezen a napon okos, bölcs döntéseket fogunk hozni. Hogy te hogy éled át, nyugodtan leírhatod a kommentárba. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ez itt felül látható. Itt az érmék jelentik az anyagiakat, vagy az ő munkáját. Van nála egy kis húzavona, tegyem vagy ne tegyem, kicsit kimerült, hiszen nagyon szorgalmas, de jelenleg odafigyel a munkájára. Ha te egy hölgy vagy, elfordulsz kicsit tőle. Itt előtted a hajók, azok szimbolizálják a reményeket, tehát megvan a remény arra, hogy javuljon a helyzet, akkor is, ha most sok a munkája és kevés ideje van rád. Ez a kép jelenthet egy utazást is, például, hogy neki jót tenne most a szabadság egy utazás. Az lenne most egy új irány, és ott van a remény, hogy ezáltal javul a helyzet kettőtök között. Mivel itt három botról van szó, az lehet még egy harmadik személy is. Lehet, hogy te, mint hölgy, bizonytalan vagy, és úgy gondolod, kevés az ideje rám, biztos van egy másik nő a háttérben. Nem így van, hiszen látható, hogy tényleg dolgozik, tehát nem csap be téged. Ez a hármas szám lehet vele együtt egy új irány. Például ez az utazás, ez a nyaralás, de ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között, vagy egy spirituális terület. Például az is lehet, hogy
ketten együtt tudnátok ezen dolgozni, ezen a területen, itt ki tudnátok építeni valamit. És itt a botok jelentik a tűz elemét, az lelkesítene téged is, meg őt is. És ő tudna odafigyelni, ami az anyagiakat illeti. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt a csillagok szerencsét hoznak, úgy érzi, itt lesz egy szerencsés fordulat, rendeződnek a dolgok. A csillagok jelenthetnek egy spirituális területet is. Itt látható ez a mozgás a részéről, közeledik hozzád, de ő győzni akar. Jön ezen a fehér paripán, ez lehet egy fehér autó is. És elvárja azt, hogy feltekints rá, hiszen fontos az, hogy sikerei legyenek. Itt még nem érzi olyan jól magát, lehet, hogy kihasználják a munkahelyén, és van nála ez az elképzelés, hogy legyen egy munkahelyi változás, például veled együtt, hogy ki tudjatok építeni valamit, és ő sikereket akar elérni. Ami kettőtöket illet, elvárja azt, hogy te felnézz rá, és ez, ami őt boldogítaná. Mit fog tenni? Ő közeledik hozzád, lesz egy látogatás, átnyújtja ezt az arany kelyhet, az jelenti az ő érzelmeit. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád, sőt kimutatja, beszél ezekről a dolgokról, de ő úgy gondolja, hogy te még kicsit vacilálsz. Tegyen vagy ne tegyen, megbízzak-e benne, igen vagy sem. Lehet, hogy itt döntésekről is van szó, például ami a munkát illeti, vannak lehetőségek, de nem tudod, melyik döntés lenne helyes, hiszen úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól. Nincs meg a bizalom, nincs meg a biztonság érzete, van egy ilyen belső feszültség jelenleg, de ő megnyugtat téged. És mi fűz össze benneteket? Itt középen látható ez a magyar kártya. Ezt a férjem készítette tavaly, hiszen annak idején elmondtam neki, hogy a régi időkben volt egy más írásforma Magyarországon. Ez volt az úgynevezett rovás írás. És amikor mutattam a betűket, ő, mint német származású, rögtön rájött arra, ez hasonló, mint a germán rúnák. Így összehasonlítottuk ezeket a szimbólumokat, és így jött nála ez az ötlet, akkor készítünk kártyát a magyar rúnákról, erről a rovás írásról, és megnézzük most, hogy melyik kártya jelenik itt meg középen. Ez az R betű. Most gondolkodj el azon, mit jelent számodra ez az R betű. Ez lehet valakinek a kezdőneve, például Rita, vagy Roland. De lehet egy fogalom is, vagy lehet egy helység is. Ami nálad így eszedbe jut az R betűről, hogy mit jelent ez számodra, nyugodtan leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Persze lehet a családi név kezdő betűje is ez az R betű. És a régi írásmód az így nézett ki. Ennek kell, hogy legyen egy szimbolikus jelentése. Én úgy gondolom, hogy itt van egy bizonyos helyzet, ami jelent a múltra vagy a jelenre. Még benne vagy ebben a helyzetben, de valaki támad téged, vagy vannak bizonytalanságok. Itt lecsúszol a mélyben, ha benne vagy ebben a kapcsolatban, vagy ápolod ezt a területet,
úgyhogy nem vezet ez tovább. Nem alakulnak jól itt a dolgok, zárt le, vagy engedd el ezt a kapcsolatot, és ugori át a másik pálcikához, hiszen itt látható, hogy lesz egy új kezdet, és itt megnövekszik valami, lesz egy új irány, ami itt is látható. És most megmutatom a germán rúnát, Hagalaz, ami jégesőt jelent lefordítva. Látható is, hogy a szimbólum a germán rúnánál ugyanaz, mint a rovás írásnál. És itt ez a rúna azt jelenti, hogy lesznek változások. Először olyan kellemetlen, lehet, hogy valaki támad téged, mint ahogy a képen látható, ez a farkas üldözi a fehér lovat. De a fehér ló nem harcol, hanem elrohan. Itt is arról van szó, hogy nem ebben a helyzetben vagy kapcsolatban kell maradni, hiszen az lehúz téged a mélybe, hanem hagyd el ezt a helyzetet, és indíts valami újat. Lehet, hogy ez fontos most nagyon, hogy ez a változás legyen, hogy legyen egy új irány, legyen egy új kezdet, ami itt is látható. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Örülnék annak, ha feljelentkeznél a csatornámra, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy lájkolnád ezt a videót. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon. Kettő van, az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról, ha téged ez a téma érdekel. Különösen most, amikor a portál napokat éljük át, hiszen ezek a portál napok a maja naptárból vannak, ők számították ezt ki. Amennyiben szeretnél egy jóslást és sürgős, akkor hívhatsz telefonon este 11 óráig, a számom a videó végén jelenik meg. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!